Spanyolország bortermelésének gyökerei évszázadokra nyúlnak vissza. Az ibériai állam ma a világ egyik vezető bortermelője. Olyan utazásra invitálom önöket, melyen megtudhatunk többet a borkészítés hagyományairól. A Hírvigró új epizódjában a legismertebb bortermővidékek felé vesszük az irányt, a katalóniai La Rioja és Penedès, illetve az andalúziai Jerez irányába. Ez itt La Rioja. A régió egyik legrégebbi borászatába látogattam el. Mindjárt itt a szüret időszaka, úgyhogy most a vezető borásszal ellenőrizzük a szemeket. Nézze ezt a színt, mélyen beivódik a bőrünkbe. Már fölvette ezt a pirosas színt, de a szárak még mindig zöldek, kicsit barnák. Itt mifelénk három feltétel teljesül egyszerre. Egy speciális helyszín, melyet a Cantabria Sierra véd, az Ebro folyó, amely a La Riojába torkollik, és a különleges talaj, amely összetettséget ad a szőlőfürtöknek. No meg a Riojára annyira jellemző Tempranillo szőlőfajta, amely nagy mennyiségben terem itt. De Rioja para hacer grandes reservas. Nagyon édes. Miután leszették a fürtöket és kipréselték a szemekből a nedűt, a bor tölgyfahordókban pihen éveken át. A riojai borok eleganciája, komplexitása, frissessége egyedülálló, nem beszélve a hosszú érési képességükről. A katalóniai Penedès felé vesszük az irányt, hogy még többet tudjunk meg egy világhírű pezsgőről, a káváról. A káva fővárosa San Sadurni d'Anoia. Csak nem 80 bortermelő tevékenykedik itt. Mi a Freshenethez látogatunk el, a világ egyik legnagyobb habzóbor előállítóihoz. A cég ma is egy családi vállalkozás. A céget a dédapám, a nagyapám és a dédanyám alapították. A 19. században likőrbort készítettünk, aztán jött a pestis járvány. Voltak éppen Európa összes szőlőültetvényét megsemmisítették. Mi már változtattunk az akkori irányvonalon, és a likőrborról átnyergeltünk a habzóborokra. És honnan ered a káva elnevezés? Megmutatom. Oké. A káva általában helyi szőlőkből készül. Fontos, hogy a második fermentáció, vagyis erjedés föld alatti pincékben történjen, ahol egész évben alacsony a hőmérséklet. Még délebre haladva egy olyan bor szülőhazájához közelítek, amely teljesen különbözik az eddigi kettőtől, de ugyanolyan híres. A világ egyik legrégebbi bora a sherry. Jerez de la Fronterában vagyunk, az úgynevezett sherry háromszögben. Ami egyedülálló ezen a helyen, az a talaj. Krétás, nagyon száraz, de mélyen sok vizet képes visszatartani, így képesek fejlődni a szőlőtőkék rajta. Antonio Flores pincemester, az ikonikus Tio Pepe márka tulajdonosa. A Jerez valami más, egyedülálló bor. A világon minden egyes bornak megvan a maga terroárja, a föld, az eredet. A Jereznek kettő is van, először is maga a termőföld, Albariza földje, amely az életet adja neki, a kettes számú terroár pedig maga a borászat, a maga különbejáratú mikroklímájával, a földrajzi fekvésével, a hőmérséklettel és a páratartalmával. A sherry egy likőrbor, ami azt jelenti, hogy desztillált szeszt adnak hozzá. Számos típusa létezik a száraz és világostól az édes sötétig. Elképesztő utazás volt ez, és tanulás a spanyol borok történetéről. Viszlát legközelebb a Here We Grow műsorában, nézzenek bennünket akkor is.